Köszöntöm a kedves nézőket! A Nyitott Egyetem mai adásában dr. Wittmann István a cukorbetegség tüneteiről és szövődményeiről tartott előadását láthatják. Mivel a cukorbetegek sajnos általában nem csak a szénhidrát a zavarában, hanem a só zavarában is szenvednek, a só kihajtása a szervezetből nagyon fontos, a só eltávolítása. Ez pedig legegyszerűbben természetesen a sóbevitel csökkentése mellett a só eltávolításával lehetséges vízhajtókkal. A vízhajtók nem azzal hatnak, hogy vizet hajtanak igazából, hanem azzal hatnak a vérnyomásra, hogy sót távolítanak el a szervezetből. Ezek a sú eltávolításra való hatásuk révén fejtik, többek között ezek ennek révén fejtik ki kedvező hatásukat. Tehát mindenképpen a vízhajtók is szükségesek általában a cukorbeteg, magas vérnyomásos betegek kezeléséhez. A következő csoport, ami nagyon fontos még, az úgynevezett kalcium antagonisták csoportja. Ez egy olyan gyógyszercsoport, amelyik a sejtekben lévő kalciumnak a Hatékonyságát vagy a sejtekbe való kalcium beáramlást gátolják, és a kalcium az az ion, amely a sejteknek és az ereknek az összehúzódását kiváltja. Ez is egy nagyon fontos gyógyszercsoport. Hogyha ezt mind elvégeztük, ezeket a gyógyszereket adtuk a betegnek, akkor még mindig sajnos előfordulhat az, hogy a betegség tovább halad, a beteg érelmezesedése romlik. Ilyen esetekben az úgynevezett romló betegek vagy progresszorok esetében fokozott ellenőrzés szükséges. Általában a kettes típusú cukorbetegségnek az ellenőrzése ma már sokkal szigorúbb, mint korábban volt. Korábban azt mondták, ez egy enyhe betegség, csak azért, mert nem kell sokszor inzulin hozzá. Ma már tudjuk, hogy nem enyhe betegség, hiszen az éremeszesedés kockázata nagy ezért viszonylag szorosabb ellenőrzést igényelnek, és az érelmeszesedés állandó szűrése, keresése szükséges. Ennek a szűrésnek a módszerei pedig a következők. Az érelmeszesedés következtében a vese kiengedi a fehérjéket a vizeletbe, ezt pedig jól tudjuk szűrni, ellenőrizni rendszeresen, ezzel a szövődményeket lehet monitorozni. A másik lehetőség, ami talán még nem annyira elterjedt, de nagyon érdekes lehetőség az az, hogy a nyaki főverőér, ami ultrahanggal itt a nyakon jól megközelíthető, ultrahanggal vizsgálva meg tudjuk állapítani, hogy milyen mértékű rajta az érelmeszesedés, az érfal megvastagodása, a meszes plakkok megjelenése, és ezzel követni tudjuk az érelmeszesedés folyamatát. Tehát nem elég beteget mindent beállítani, gyógyszereket adni garmadával, hanem ellenőrizni kell, és hogyha a betegség tovább romlik, akkor még újabb lehetőségeink vannak, amiket ki kell használni. Ez pedig a legfontosabb ilyen plusz lehetőség az az, hogy a, a cukorbetegség, különösen az időskori cukorbetegség egyik nagyon érdekes tulajdonsága az, hogy gyulladásos folyamatok zajlanak. A már említett szabadgyökök hatására az érfalban egy, egy steril gyulladás indul meg. Ugyanolyan gyulladás, mint például egy tüdőgyulladásban, csak itt nincs kórokozó, valószínűleg nincsen kórokozó, hanem maga az érelmeszesedés indítja meg ezt a gyulladásos folyamatot. Ez logikusan felveti azt, hogy esetleg gyulladás csökkentőket adjunk. A másik érdekes és ehhez tartozó folyamat az az, hogy nem csak az érfalban van baj a cukorbetegségben, hanem a vér sejtekben, nevezetesen a vérlemezkékben. A vérlemezkék cukorbetegségben hajlamosak összecsapzódásra, és ha összecsapzódtak, akkor kitapadnak az érfalhoz, elzáródást okozva. Mind a vérlemezke összecsapzódásra, mind pedig az említett gyulladásos folyamatra kedvező hatású az aspirin az az aspirin, amit egyébként fejfájásra vagy megfázásban szoktunk fogyasztani, az kis dózisban, kis adagban nagyon kedvező hatású a vérlemezke összecsapzódást akadályozza, és ezt a gyulladásos folyamatot akadályozza. Ezért ma már azt mondjuk, hogy 40 év fölötti kettes típusú cukorbetegség felismerése esetén, tehát a diagnózis kimondásakor ezt a gyógyszert is ajánlatos Alacsony dózisban, 100 mg-os dózis körül elkezdeni. A cukorbetegség tünetei a magas vércukorból adódnak elsősorban. A magas vércukor miatt a vizeletben megjelenik a cukor, és ez megnöveli a vizelet mennyiségét. A betegnek sok vizelete van, a sok folyadékvesztés miatt pedig szomjas lesz, tehát így a sok vizelet, sok folyadékfogyasztás lehet az első tünet. Mivel a cukor, a glukóz, a cukor energiát képvisel, és hogyha ezt a vizelettel elveszítjük, akkor a beteg energiát is veszít egyszerre, ezért rendszerint ezek a betegek fogynak. És úgy fogynak, hogy közben egyre többet esznek. Tehát sok folyadékfogyasztás, sok vizelet, sok táplálékfelvétel melletti fogyás. Ez mellett nagyon gyakran bőrviszketés jelentkezik. A bőrviszketés mellett pedig sokszor az immunrendszer károsodása miatt bőr, vagy egyéb fertőzések, kugyuti fertőzések. Ezek hívják föl általában a figyelmet a cukorbetegség kialakulására. Az egyes típusú cukorbetegségnek van egy nagyon jellegzetes tulajdonsága, az pedig az, hogy a vérben savanyúság alakul ki, ez az elsavanyodás pedig nagyon jelentős, nagyon heveny tüneteket okoz, a betegnek nagyon gyakran súlyos hasfájdalma van, ez a hasi fájdalom ez gyakran olyan mértékű, hogy a beteget sebészhez viszi, minthogyha vakbélgyulladása lenne, és ilyenkor a jellegzetes acetonos lehellet hívja fel arra a figyelmet, hogy a betegnek kezdődő egyes típusú cukorbetegsége van. Arra tudnám hasonlítani ezt a lehelletet, mint amikor a hölgyek a köröm lemosójukat használják, pont az a szag érezhető a beteg lehelletében. Az egyes típusú cukorbetegség kialakulása, tehát egy nagyon heveny dolog, egy nagyon egyértelműen súlyos beteg, hogyha ezt nem fedezzük föl, nem diagnosztizáljuk, sajnos a beteg meghal. Tehát Ilyen értelemben a diagnózis nagyon fontos, azonban meg kell mondanom, hogy ez inkább a gyerekkorban, fiatal felnőttkorban jellemző így. Egy újabb megfigyelés az, hogy egészen időskorban, 60-70 éves korban is jelentkezhet ez az egyes típusúnak mondott cukorbetegség, amikor sokkal lappangóbb a tünet és sokkal lassúbb a betegség kialakulása, nem annyira feltűnőek ilyenkor a panaszok, és sokkal lassabban veszíti el a beteg az inzulintermelő képességét, mert az egyes típusú cukorbetegség nem más, mint a saját inzulintermelő képességnek az elveszítése. Éppen ebből adódik az is, hogy ezt a betegséget úgy kell kezelnünk, hogy az elveszített inzulintermelést kell pótolni. Ma már szerencsére nagyon jó eszközeink vannak az inzulin beadására, és nagyon jó inzulinjaink vannak. Nem csak humán, tehát emberi inzulin van már forgalomban, hanem egy lépéssel már tovább lépett a gyógyszeripar az úgynevezett analóg inzulinok felé, amelyek olyan inzulinok, amelyek már módosítottak genetikailag olyan mértékben és olyan irányban módosítottak, hogy a hatásuk kedvezőbb legyen. Gyorsabban felszívódnak, gyorsabban hatnak, illetve vannak olyan módosított vagy inzulin analógok, amelyek, amelyek esetében éppen az ellenkezőjét akarták elérni, nagyon lassú a hatásuknak a kifejlődése. Ezekkel az inzulinokkal egyre jobb eredményt tudunk elérni. Az inzulin kezelésnek egy nagyon fontos és perspektívikus új lehetősége, az pedig az inzulin pumpa kezelés. Amikor a beteg hasbőre alá egy kanült bevezetünk, ez nem fájdalmas minden elképzelés ellenére, ez egyáltalán nem fájdalmas, és ott erre a csőre, a kanülre csatlakoztatunk egy pumpát, amely folyamatosan képes adagolni az inzulint, illetve az étkezések kapcsán a beteg egy gombnyomással képes egy nagyobb mennyiségű inzulint beadni, amely az étkezéssel kapcsolatos fokozott szénhidrát bevitel hatását ellensúlyozza. A cukor ellenőrzése is nagyon fontos az inzulinnal kezelt cukorbetegek esetében, azért mert a mért vércukorhoz képest változtatják az inzulin adagot, és ezért az inzulinnal kezelt cukorbetegek esetében mindig ragaszkodunk hozzá, hogy vércukormérést is végezzen a beteg, amit meg tudunk tanítani, illetve itt is van egy új fejlemény, egy olyan monitor, amit hasonlóképpen a hasbőr alá vezetett érzékelővel kötünk össze, és 4-5 napon keresztül folyamatosan 10 másodpercenként mintát vesz, és 10 másodpercenként méri azt, hogy milyen a, nem direkt a vérben, hanem a kötőszöveti állományban milyen a cukorszintje. Ezzel a monitorral aztán kinyomtatjuk az eredményeket, pontosan meg tudjuk mondani, hogy egy adott étel hatására, egy meghatározott inzulin adag hatására, vagy egy fizikai aktivitás hatására milyen mértékben változik a vércukra a betegnek, is így egyéni terápiát tesz ez lehetővé. Még egy újabb lehetőség van, ez sajnos Magyarországon még nem áll rendelkezésünkre, ez pedig egy olyan óraszerű szerkezet, amit a beteg karjára szerelnek föl, és amely, amely szúrás nélkül képes mérni a betegnek a cukrát. Ez, ez még a jövő. De minden esetre ezek a monitorozó lehetőségek vadonat új perspektívákat nyitnak a beteg előtt, hiszen egy sokkal pontosabb vércukor ellenőrzésre adnak lehetőséget. Az egyes típusú cukorbetegség esetében akár a fizikai aktivitás, akár az inzulin túladagolás miatt nagyon gyakran fordul elő a vércukor esése, a hipoglikémia. Röviden a betegek csak hipónak hívják. A hipo általában az esetek többségében enyhe, és ilyenkor a beteg maga is tudja kezelni egy kis szénhidrát bevitellel vagy cukros oldat fogyasztásával. Az esetek egy részében azonban a beteg elveszíti az eszméletét, és ilyenkor nagyon gyakran azzal az előítéletes magatartással találkoznak, hogy hogy azt hiszik a körülötte élők, járók elők, hogy, hogy berugott. Pedig nem erről van szó, egyszerűen csak a, a hipoglikémia a leeső vércukor miatt veszíti el az eszméletét. Ezért szerint és, hogyha a cukorbetegek egy, egy kártyát hordanak magukkal, amelyre rá vannak írva a legfontosabb adataik, és többek között felhívják a, a laikus közönség figyelmét is arra, hogy a, a betegnél előfordulhat eszméletvesztéssel járó vércukor esés. Ilyenkor a teendő az, hogy természetesen azonnal mentőt kell hívni, és ha beteg még nyelni képes, akkor cukros oldatot kell adni neki. A leeső vércukorral ellentétes irányú változás, ami szintén gyakori az egyes típusú cukorbetegeknél, a vércukor emelkedése, vagy a még súlyosabb állapot, amikor a vércukor enyhe vagy közepes mértékű emelkedésével együtt a vér savanyodása jár együtt, amely vérsavanyúság, már említettük a cukorbetegség felfedezésénél egy súlyos állapot, ha ezt nem kezeljük, a betegnél súlyos ritmuszavarokat, szívritmuszavarokat okozhat, vagy a halálához vezethet. A vér savanyúságával járó betegség vagy állapot mindenképpen kórházi kezelést igényel. Ezek a leggyakoribb heveny szövődményei a cukorbetegségnek. Tehát a vércukor esés, a vércukor emelkedés és a vér savanyodása, a ketoacidózissal járó állapot így is hívjuk. A cukorbetegségnek azonban ma már nagyobb jelentőségű szövődményei az idült szövődmények. Ugyanis az akut, a heveny szövődményeket elég jól tudjuk már kezelni, de még mindig gondban vagyunk az idült szövődmények kezelését illetően. Kettes típusú cukorbetegségben az érmeszesedés a legfontosabb, egyes típusú cukorbetegségben pedig a vese szövődmény az egyik legfontosabb időszövődmény. A cukorbetegség okozta vese elváltozás lényege az, hogy a cukorbetegség következtében a vese először túlműködik, a cukorbetegség elején, aztán hanyatlanik ez a vese méregtelenítő működése, fehér jelenik meg a vizeletben, és egy idő után nem képes már a méreganyagokat kiválasztani, ezek a keringésben maradnak, és ezek a keringő méreganyagok károsítják aztán az ereket, emelik a vérnyomást, és sok más egyéb szövődményt okoznak. Sajnos vese elégtelenségben szenvedő cukorbetegek száma és aránya jelentősen nő, olyan mértékben, hogy az Egyesült Államokban már ez a cukorbetegség okozta a vesebetegség a leggyakoribb oka az időt veseelégtelenségnek. Magyarországon is az egyik leggyakoribb már, és a száma, az aránya folyamatosan növekszik. Ha erre nem figyelünk oda, ez olyan terhet, életminőség romlást jelent a betegnek, amely nehezen visszafordítható. Az egyik lehetőség természetesen a vese átültetése, másrészt pedig a társadalom számára ez óriási anyagi terhet jelent. Van lehetőség ma már az egyes típusú cukorbetegségben és vese elégtelenségben szenvedő betegek esetében arra, hogy mind a két problémát kompenzáljuk, helyreállítsuk, vagyis a beteg kaphat egyszerre egy hasnyálmirigy átültetést és egy veseátültetést, mert a hasnyálmirigyel a cukorbetegséget tudjuk gyógyítani, a veseátültetéssel pedig a veseelégtelenséget. Ez egy nagyon költséges eljárás, azonban a betegnek az életminőségét és az élet kilátásait is nagy mértékben javítja. A veseelégtelenség mellett meg kell említeni, hogy a cukor zavarának egy nagyon fontos, következménye az idegrendszeri károsodás. Itt most elsősorban a perifériás idegrendszerről beszélek, tehát nem a központi idegrendszerről. A perifériás idegrendszerben létrejövő károsodások miatt a betegnek például folyamatosan hasmenése lehet, vagy székrekedése lehet, vagy fokozott verítékezés alakulhat ki. Az erek tágulata jöhet létre, a keringés a lábban megváltozik, és ez a leggyakoribb oka annak, hogy a megváltozott keringés miatt a láb károsodik, a bőr károsodik, és fekély jön létre, lábszár fekély vagy lábfekély jön létre. Így aztán ez a betegség nagy mértékben szerepet játszik az amputációban, vagyis abban, hogy a betegnek le kell vágni a lábát. Tehát erre gondolni kell akkor, amikor a betegnek Például kéz van, vagy láb van, hogy ilyen cukorbetegség szövődménye alakul ki, és ennek speciális kezelése lehetséges. Természetesen a cukorbetegség megfelelő beállítása a legfontosabb, de van ma már gyógyszerünk arra, hogy ezt a tünetet enyhítsük, és közben a súlyos amputációs szövődményeket is megelőzzük nem szabad elfeledkezni arról, hogy ezeken kívül más szervekben is, például a szemben okoz nagyon súlyos elváltozásokat a cukorbetegség. A szemben többféle elváltozást okoz, az érrendszer károsodása az egyik leggyakoribb oka a látásvesztésnek. A szürkehályog, amely azért eléggé közismert, azt gondolom kialakulásában, az játszik szerepet, hogy a a magas cukor koncentráció a keringésben megemeli a cukor szintjét a szemlencsében is, és ez a cukor oda a szemlencse fehérjéhez, azokat károsítja, összeköti például, ilyen hidakat képez a különböző fehérje molekulák között, és a már említett nagyon fontos folyamat, a szabadgyökök képződése az, amely károsítja a szemlencse fehérjéket. És a katarakta, tehát a szürkehályog műtéttel jól kezelhető, de az érkárosodás, a szem érkárosodása lézerkezeléssel lassítható, de teljesen sajnos az esetek jelentős részében nem állítható meg ennek a progressziója, az előrehaladása. Az egyes és a kettes típusú cukorbetegség mellett külön kategóriát képez a terhességi cukorbetegség. A terhességi cukorbetegség, mint a neve is mutatja, a terhesség alatt jelentkezik, és veszélye az, hogy nem csak az anyát, hanem a magzatot is károsítja. A betegség éppen ezért speciális kezelést igényel. Az a helyes, hogyha a cukorbetegségben szakértő és a, és a terhességet gondozó szülész, a nőgyógyász dolgozik együtt ebben az esetben, és a betegnél arra kell törekedni, hogy a lehető legjobb, a normális vércukorháztartást érjük el. Ebben az esetben várhatóan magzati károsodás nem lesz, illetve a későbbiekben az anya terhesség utáni szénhidrát háztartása is megfelelőképpen fog alakulni. Sajnos a betegek egy részében a terhesség után egyes típusú vagy kettes típusú cukorbetegség alakulhat ki. Ez egy meglepő dolog. Minden esetre mindkét irányban van lehetőség a betegség progressziójára, és ennek megfelelően a terhesség után a terhességi cukorbetegségben szenvedőket követni kell, és ennek megfelelően kezelni. Összefoglalva, tehát a mai magyar populáció legfontosabb halálozási kockázata a szénhidrát anyagcsere zavara, a zsíranyagcsere zavara és az elhízás a magas vérnyomással együtt, amely együttesen jelenti az úgynevezett metabolikus szindrómát vagy anyagcsere tünet együttest. Hogyha tudnánk csökkenteni a cukorbevitelt, a zsírbevitelt, a sóbevitelt, a testsúlyt és a vérnyomást, akkor nagyon jelentős kockázati csökkenés lehetne elérni. Elmúlt két előadásom van a pszichonalízisnek a hátteréről beszéltem, arról a közép-európai térről, amelyik ezt a furcsa tudományt, beszédmódot, gyakorlatot létrehozta, megteremtette. Ezeknek az előadásoknak a lényegi mondani valója az volt, hogy ebben a fura világban, még pillanatok alatt összeomlott az első világháborúba, és eltűnt a világháború végén, és csak kulturális és szerelmi maradványai maradtak meg a későbbi időszakra, ebbe a furcsa világba egy sajátos konfliktusos szerkezet alakult ki. Konfliktus teremtődött a körül, a kérdés körül, hogy mi vagyok én, tehát a személy egy rendkívül éles, rendkívül világos megfogalmazást kapott, és egyben a személynek a problematikussága, elég kafkára gondolni például az irodalomban. A másik kérdés, ami megfogalmazódott, hogy ezt a nagyon megfoghatatlaint hogy lehet kimondani, hogyan tudok beszélni róla, mi az a nyelv, ami alkalmas arra, hogy erről a dologról szóljunk. Hát ez a két probléma jelent meg a monarchia világába, tereiben, embereiben, kultúrájában, irodalmába, művészetében és filozófiájában. Ennek a monarchiás filozófiának az egyik csúcs teljesítménye Sigmund Freudnak a pszichanalízise. A pszichoanalízis egy igen furcsa, igen különös, igen komplex tudomány, gyakorlat, életmodell, sokféle mindent lehet rá mondani. Sokkal több, mint pusztán az, amit a feltalálója, kidolgozója Sigmund Freud gondolt róla. Ő pszichiátriának, gyógyító eljárásnak gondolta a pszichonalizis. Azóta a pszichonalizis egyfajta személyfilozófiává vált, és a Freud pszichonalizise valami olyan szerepet tölt be a társadalomtudományokba, mint amilyen Einstein relativitás elméletet tört, be a természettudományok terén. Tehát egyfajta a modern ember relativitás elmélete született meg a pszionazisban. Néhány szót kell szólni Freudról. Azért érdemes róla szólni a pszichonazis kapcsán, mert Freud valahogy önmagából fejlesztette ki ezt az egész gondolkodásmódot. A pszionazis egy olyan fajta új gondolkodás a szeméről, aminek önismereti alapjai vannak. A korábbi személyelméletek az embert, mint valami objektumot, valami kerek összefüggő rendszert gondolták el, egy kognitív, intellektuális rendszerként képzelték el. Freud azt vetette föl, hogy miért érzem jól-rosszul magamat, miért vannak különböző fura fantáziáim, álmaim, hogy vagyok én ebbe a világba akkor, amikor nem ilyen racionálisan vagyok, hanem úgy önmagamba, a saját világomba teremtődök bele. És rájött arra, hogy van az embernek egy másik egy rejtett világ, egy önismereti alapú világ, amit magamból fejthetek csak ki, de mindig mögött áll mindenfajta cselekedetemnek és gondolatomnak. Most ez a kiváló kiemelkedő ember a 20. század egyik legjelentősebb figurája, 1856-ban született Morvaországban. néhány szót mondanék a hátteréről. Három éves volt, amikor a családja, ez egy középosztálybeli zsidó család volt. Bécsbe költözött, és Bécsbe élte le az életét, ott járt az Orvos Egyetemre, elvégezte az Orvos Egyetemet, akkor beállt kutatónak az orvosegyetem egyik laboratóriumába, egy világhírű laboratóriumban, Brücke laboratóriumában dolgozott, és élettannal foglalkozott. Egy fura gerinctelen halnak az élettani vizsgálatát végezte el például. Brücke, amikor látta, hogy házasodni készül, akkor azt javasolta neki, hogy hagyja ott a laboratóriumot, mert abból nem lehetett már akkor sem a tudományból úgy tűnik megélni rendesen, és menjen el gyakorló orvosnak. És ekkor került Freud egy pszichiátriai osztályra, és észrevette azt, hogy miközben az orvostudomány óriási fejlődésen ment keresztül a különböző területeken, a pszichiátrai betegekkel szinte semmi új nem történt.